Jó estét kívánok mindenkinek! Az űrkorszak BME MANT közös szemináriumának a következő előadásán. Ezen a mai napon még mindig egy hibrid előadásformát tartunk, tehát egy páran itt vagyunk a Neumann teremben, a Budapesti Műszaki Egyetemen, a többség pedig az interneten keresztül, főleg a Facebookon, illetve a MANT oldalán, honlapján keresztül tudja követni a mi mai beszélgetésünket. Előadónk Bárci Pál, dr. Bárci Pál, akivel én hát legalább 25 évvel ezelőtt találkoztam, és megmondom őszintén, egy elég meglepő találkozás volt. Ez úgy történt, hogy én nem nagyon ismertem, vagy nem nagyon ismertem a magyar űripart, ezt őszintén megmondom. A magyar csillagászatot, űrkutatásnak a kutatási oldalát igen, de űriparral nem is találkoztam Magyarországon, számomra meglepetés volt, hogy a kezembe került két darab eszköz, az egyik egy fém hab, amit nem tudok másként elmondani, csak úgy, hogy úgy néz ki, mint a sörnek a habja, de hát ez egy fém és könnyű, pehely könnyű, ugyanakkor szinte nagyon-nagyon nagy nyomást kibíró, szinte összenyomhatatlan anyag, ami nagyon jó ugye azokra a célokra, hogyha egy vázat elképzelünk, amit fel akarunk juttatni, vagy emelni nagyon magasra, hát akkor az a váz legyen nagyon stabil, nagyon szilárd, és legyen nagyon könnyű. Nos, hát ez a fém hab volt az egyik kezemben, amit így kaptam egy úri embertől, és a másik pedig egy kis leírás volt, egy kis kézikönyvszerű, inkább azt mondom, hogy egy füzetecske, arról, hogy űrkemence. És mind a két fogalom olyan meglepő volt számomra, nem tudtam hova helyezni. Fémhab, űrkemence, és az illető azt mondta, hogy hát ezt csináltuk már, vagy csináljuk már évek óta, vagy évtizedek óta Miskolcon. És teljesen megdöbbentem, hogy Magyarországon, tehát hogy ilyen technológiai színvonal, és nem is hallunk róla. Én, aki egyébként hivatalból is, meg egyébként is foglalkozom űrkutatással, és akkor onnan indult az ismerettségünk, és akkor ismertem meg Bárci Pál tanár urat, aki egyébként tanít is az egyetemen, és akkor még a cégvezetőként, most pedig úgy gondolom, hogy a cég igazi, komoly szakmai tanácsadójaként, és a első magyar űrklaszter vezetője és szellemi, alapítója és szellemi atyaként van jelen köztünk, és ez a szeminárium egyúttal egy tisztelgés is előtte, hiszen még tavaly hirdettük meg, hogy a tavalyi évben, ami egy fura év volt azzal a nagyon sok megszorítással, amit a Covid okozott, nem tudtuk igazán méltón megünnepelni a komoly munkatársainknak a 80. születésnapját, és akkor határoztuk el, hogy ebben a szeminárium sorozatban majd időről időre megszólaltatjuk valamelyiket. Hát most ma Bárci Pál tanár urat fogjuk hallani. A kérés csak az volt vele szemben, hogy mint minden ilyen előadóval szemben, hogy beszéljen arról, amiről szeretne. Úgyhogy most ez fog következni. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, itt a helyszínen és az interneten, és akkor kövessétek az előadást. Kérdezni lehet bármikor közben is, és akkor majd megyünk. Ez egy szeminárium, tehát kérdez felelet, sőt, vélemény is elhangozhat. Még akár ellenvélemény is. Parancsolj, Pali. Köszönöm szépen a felkonferálást, és zavarba is vagyok, meg nem is. Ahogy lehet látni, címnek azt választottam, hogy stációk az űrkorszak felé. Hát akik klerikális neveltetésben részesültek, tudják, hogy a stáció az ugye a kálváriának különböző lépéseit, állomásait jelentik, és a kálvária végén ugye Jézus Krisztus megfeszítése, de én ezt úgy képzeltem el, vagy úgy próbálom itt most fölkonferálni, hogy a megvalósítás, a dicsőség legmagasabb lépcsőjére föllépni. És így stációkról fogok beszélni, és természetesen 80 év van mögöttem, amiben nagyon nehéz rendet tenni, és főleg mazsolázni azokat a részeket, ami a hallgatóság számára érdekes lehet. Hát, hogyha lesz közbeszólás vagy visszaszólás, annak örülni fogok egyébként, de minden esetre én 12 stációt, 13 fejezetet is képzeltem.
lehet az egyes fejezeteket nagyon röviden elintézni, és ezeket lehet látni, egy kezdés, kohómérnökség, fémek világa, anyagtudomány, interkozmosz, NASA, big business, ESA, a végállomás, az alapítások kora, jelenjövő, irkafirkák, eredmények, prológ. Mindegyikben van valami, az, hogy melyik mennyire érdekes, fogalmam sincs, hiszen ez az én életem. A döcögő kezdés előtt azonban mutatok egy képet, valahonnan el kell indulni. Ugye az én életem előtt is voltak elődeim, és utána is jönnek majd az utódaim. Az elődeim képre hármat választottam, egy Bárci Dezsőt, egy Bárci Istvánt, meg még egy Bárci Istvánt, akik a Bárci családfa korábbi generációjához tartoznak. Én a 24. generációja vagyok a Bárci családnak, és Dezső volt a nagyapám, ő nagyon régen meghalt. Bárci István, azt hiszem, mindenkinek mond valamit, mert az Budapest főpolgármestere volt, és utca van róla elnevezve. És a másik Bárci István talán nem annyira, de Horthy Miklósnak volt a szánsegédje, miniszterelnökségi államtitkár, ilyen pompa kedvelő figura volt, de anglomán volt, ezért a németek merényletet követtek el ellene 44. augusztusában, ami egyébként nem sikerült, és utána ő lett a koronatanú a Nürnbergi perbe, utána pedig eltűnt Svájcra, Svájcba halt meg 52-ben. Ez tehát három bárti, gondoltam, hogy mégis az én személyemet is valakihez lehessen kötni. És akkor nekiindulunk a döcögő kezdésnek. Itt is nagy zavarba vagyok, hogy egy mondatnál többet lehet erről, vagy kell-e beszélni. Ez az én első 19 évem. Ez keserves időszak volt. Volt egy bombázás, Budapesten születtem, a házunkat a Aporlépcsőn lebombázták, túléltük. Egy évet jártam az Iskola utcába, hármat a Rökszilárd utcába, az már a pesti oldalon van, és 51-ben kitelepítették a családot, és attól kezdve, hát mondjuk úgy, hogy különböző körülmények között éltünk, és ebbe csak kérésre szeretnék belemenni, nagyon nem. Utána ez a Dombrád, ez Szabolcs megyében van, és utána jött Kótpuszta, ami Békés megye, és az általános iskolát végeztem el, az egy falu Békés megyében, ahol kaptam egy papírt, hogy nem mehetek tovább gimnáziumba, mert a származásom X-es, ami azt jelenti, hogy osztályidegen. Így aztán a ferencesekhez kellett, hogy elmenjek Szentendrére, amíg azt anyagilag bírtuk, egy évet jártam ott, utána Hódmezővásárhelyen hármat, és ott kaptam egy érettségi bizonyítványt, mellé szintén egy papírt, hogy felső fokú képzésben nem vehet részt. Így aztán elmentem segédmunkásnak Budapestre, a Kismotor és Gépgyárban, a Fehérvári úton. Ez az én első 19 évem, ami legfeljebb annyit lehetne összefoglalni, hogy nem igazán olyan, hogy a szüleim, meg nem tudom, valakik valamilyen pályára készítettek, és ilyen értelemben valamilyen indítatásom lett volna. Három említett ősöm mindegyik jogász volt, és a természettudományokhoz, meg pláne műszaki tudományokhoz lila fogalmuk se volt, ugyanígy apámnak se, aki szintén jogász volt. És mikor tanácsot kértünk, hogy mire kellene menni, egyet mondott, egy biztos, hogy jogásznak nem, mert az mindenféle hülyeséget megtanul, ami időben, térben is korlátozott, itt érvényes, ott már nem, és a jövő héten már nem érvényes, teljesen fölösleges ilyen dolgokkal tömni a fejedet. Így aztán én valóban a természettudományok kezdtek jobban érdekelni, és még talán ugye segédmunkás voltam a Kismutat és Gépgyárban, amikor a szakszervezeti bizalmi behívott, hogy Bácsi Szaki, nem lenne kedve egyetemre menni, mert nekem sajnos
holnapig be kell mutatnom legalább egy olyan munkásszámlálásút, és itt van a papír, ki kell töltenem. Így aztán én boldogan odaértem a nevem, nem is néztem, hogy hova küldenek, és így lett belőle Miskolci Egyetem, a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem. A Miskolcon én életemben nem jártam korábban, de ide kerültem. 5 évet alatt elvégeztem a kómérnöki iskolát, remek emberekkel találkoztam, olyan tudósokkal is, akikre fenntartás nélkül fel lehetett nézni. Ez erős hatással volt rám, úgyhogy mikor megkaptam a diplomámat, ott maradtam az egyetemen. Ott jó szívvel fogadtak, és jó szándékú emberek vettek körül. Ez hatott rám, úgy aztán végül pályámat teljesen a Miskolci Egyetemhez kötöttem. Mindmáig vannak óráim a Miskolci Egyetemen. Ettől kezdve unalmas, mert itt ugye egyetemi doktori kandidátusi értekezés, ami az egyetemi pályán a lépcsőn való haladáshoz szükséges, ezt az iskolát kijártam. A legfőbb dolgom és célkötésem az volt, hogy nyelveket tanuljak meg. Láttam, hogy a professzorok idegen nyelven beszélnek. A könyvtár tele volt számomra nem érthető nyelvű könyvekkel. Német, orosz, angol és francia könyvek is voltak a tanszék könyvtárában. És akkor elhatároztam, ugye 3 éves szerződésem volt gyakornokként, hogy vagy megtanulom ezeket a nyelveket, vagy elmegyek, mert nekem nem itt van a helyem, hanem valahol máshol. És valójában a nyelvekkel nagyon szigorú kapcsolatot tartottam, minden este tanultam, és hát ennek meg is lett az eredménye, mert a Tudományos Nemzetközi Osztálynak lettem a vezetője. Ez az egyetemen egy szerv, ami a Tudományos Rektor helyettes mellett a külföldi dolgokat intézi, és az egyetem nemzetközi kapcsolatainak lettem nem a parancsnoka, mert nyilván a rektor döntött, meg a felettem levők, de az előkészítője. Ilyen módon a német, az orosz és az angol nyelvben viszonylag jól begyakoroltam magam, és ennek aztán sok-sok hasznát vettem később, egész mind máig. A harmadik stációnak mondtam a fémek világa. Hát nyilván belebolondultam a fémekbe, a kohász fémet csinál. Mihez ért? A fémekhez ért. A többi anyaghoz nem ért semmit, az nem az ő világa. És itt csináltam az anyag keménységéről egy doktori munkát. Most kicsit visszafogom magam, mert tudom, hogy csillagászok között vagyok, úgyhogy ez lehet, hogy ugorni is lehet. Elcsodálkoztam azon, hogy egy darab alumínium szobahőmérsékleten is változnak a tulajdonságai egy döglött, élettelen valaminek, és erről írtam a kandidátusi munkámat. És azután érdekes módon a gravitáció is érdekelni kezdett, és egy állapotváltozást, az olvadék szilárd állapotváltozást nézegettem, hogy az vajon a különböző gravitációs körülmények között hogyan hat rá. A csillagászok jól tudják, hogy kicsi, nagyobb, még nagyobb olvadékból lehűlő égi testek különböző gravitációs körülmények között dermednek meg, és ilyen módon maga a szilárd test, ami mondjuk ide érkezik, mint egy meteorit, annak van egy ilyen előélete. Most itt a Földön is lehet a normál 1G-s gravitáció mellett dermeszteni anyagokat, és én elkalandoztam, mert 0G-s kísérleteket végeztem. Ez különleges munka volt Brémában, Németországban, ejtőtoronyban, ahol összesen 4 másodpercig van gravitációmentes állapot, miközben egy 120 méteres toronyból lezuhan valami egy vákumcsőbe, és az alatt a 4 másodperc alatt kellett végrehajtani azt, amit én szerettem volna. Érdekes munka volt, sok tanítványom volt, sok doktori munka készült mellettem, körülöttem, alattam, de az én irányításommal. És hát röntgen diffrakciót is megtanultam. Ezt azért mondom így érdekes módon, mert ez mind ilyen autodidakta dolog volt, amire igazán nem volt tanárom, akitől ezt
magamba szippanthattam volna. És a stációk világa, vagy a fémek világa bezárult. Bezárult, amikor a magyar kohászat tönkrement. Ezt mi úgy vettük észre az egyetemen, hogy nem volt hallgató, nem jelentkezett senki kohómérnöknek, és a kohómérnökség az majdnem az volt, az a legnevetségesebb foglalkozás volt. Egy pici országban, ahol nincs bánya, és nincsenek semmi ilyen fém kinyerésre használható nyersanyagok. És ezt azonban, hát dacból, meg politikából sokáig fenntartották, és akkor a magyar alumínium is, a fehér arany egy nagy korszakot futott be, mert bauxitbányáink voltak. És körülbelül a rendszer, a múlt rendszer végére, a 80-as években jutott el a dolog, hogy kezdett kifulladni. És akkor nekem is körül kellett nézni, hogy mit tegyünk. Miután én sokat jártam külföldön, hiszen 40 külföldi egyetemmel tartottam a kapcsolatot, volt világképem, hogy mi van Európában, és ilyen módon volt háttéranyagom, hogy javasoljak változtatást. A változtatás pedig az, hogy pólmérnököt nem érdemes képezni, hanem anyagmérnököt kell. És a material engineering, material science, az Amerikában már a 60-as években, Angliában a 70-es évektől virágzott, és mi a 90-es években én buzgó pionírnak számítottam, aki azért verekedett, hogy Magyarországon is legyen anyagtudomány és legyen anyagmérnökség. Az akadémián se volt anyagtudomány, úgyhogy ez egy nagyon komoly, hogy is mondjam, korszak volt az én számomra. A kohászok kikiáltottak a kohászat sírásójának, és nyilván az új disziplináknak a befogadása öreg kohómérnökök számára, professzorok számára nagyon nehezen ment. Ugye arról van szó, hogy Magyarországon történelmi okok miatt szilikátmérnök Veszprémbe, famérnök Sopronba, és ugye Budapesten pedig a polimer ágazatnak voltak itten a felsőoktatási bástyái, és az, hogy ez egy helyen valaki az összeset tanítsa, ezt szinte elképzelhetetlennek tartották. Külföldről hoztam tananyagokat természetesen, hiszen más egyetemeken az anyagmérnök képzés már folyt. Hát Miskolcon ez nehezen történhetett meg, miután a karon csak fémhez értő emberek voltak. És azt nem lehetett, hogy egyszerűen átragasztjuk a bejárat fölötti táblát, hogy mostantól kezdve anyagmérnökök voltunk. Tehát a fém tani tanszék mellett kellett alapítani egy nem fémes anyagok tanszékét. És hát ha kitaláltad, hogy legyen anyagmérnök, tehát ennek lettem a vezetője. Úgyhogy a fémekről a nem fémekre át kellett lovagolni, és ilyen módon óriási, hogy is mondjam, tanulnivaló akadt körülöttem. És én lettem a nem fémes anyagok tanszék, a polimermérnöki tanszék, nek a vezetője, és az Anyagtudományi Intézetet is én vezettem. Hogy ezt el lehessen valamennyire hinni, elhoztam egy pár könyvet, amiben az a lényeg, hogy anyag szó van a címébe, nem fém, hanem anyag ismeret, anyag szerkezettan, ez is anyag ismeret, tehát jegyzeteket kellett nyilván én és az oktatás anyagot kialakítani. És föl se olvastam a fő vezérellet, hogy sántikálunk bár, de a helyes úton vagyunk, és ez sokkal jobb, mint rossz irányba menetelni, és ezt az idézetet Szent Ágostontól loptam, úgyhogy ez egy, hogy is mondjam, veretes, sok száz évet túlélt mondat. És ide tettem a Miskolc Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kart, itt a jobb felső sarokba, amire szintén nagyon büszke vagyok, tehát a kohómérnöki kar nincs, és anyagtudományi kar lett belőle. Ebben nekem komoly szerepem volt a kezdeményezések során. Ez tulajdonképpen nálam a negyedik stáció, és eddig nem szóltam egy árva szót se az űrről. Ígérem, most erről is lesz szó, és lehet, hogy lassítok vagy gyorsítok, nem tudom. Az ötödik stáció az az interkozmosz. Az itt ülő
valószínűleg ezt se tudják, hogy ez mi, de ugye Magyarország a szocialista tábor tagja, az Interkozmosz nevű nemzetközi szervezetnek a tagja volt, és ezen belül szovjet irányítással Magyarországon is a különböző műhelyekben, különböző tevékenységek csiráztak ki, és a Magyar Tudományos Akadémia kezébe volt ez a kapcsolat, és a Szovjet Tudományos Akadémia közöttek egy szerződést, aminek az első pontja az volt, hogy egy félvezető kristályokat automatikusan készítő űrberendezés készítése. Felelős Magyarország. És ekkor történt meg az, hogy az akadémiáról fölhívott valaki, és a nemzeti osztályon ültem, és Miskolc megcsinál egy űrberendezést, ahol félvezető kristályokat kell csinálni. Hát én zavartan hümögtem, és a végén, de itt ülnek a szovjet elvtársak, valakit be kell írni, beírjuk, hogy Miskolci Egyetem jó? Hát mondtam, jó. Beírták. Na így kezdődött ez az 5 év, 86-tól 90-ig, ahol a nyakunkba szakadt egy probléma, egy nagyon érdekes műszaki feladat, hogy kétszolos, tehát 50 mm-es átmérő, ilyen óriás félvezető kristályokat kell kristályosítani az űrbe, egy teljesen automatizált műhold segítségével. Nincs ember, hát mindent maga csinál, és 10 darab ilyen nagy kristályt készít el. Tehát még a kapszula cserélőt is kellett hozzá csinálni, tehát volt egy automatizálási része is, de hát főleg az, hogy űrkemencét senki nem csinált Miskolcon, Magyarországon se. Úgyhogy ennek a projektnek lettem a vezetője. És 5 évig ki se látszottam ebből a projektből. Ugye az egyetem minden tanszékét megkörnyékeztem, hogy segítsetek, mert nyilvánvalóan voltak automatizálási dolgok, voltak hőtani problok, modellezési dolgok, kristályosítási dolgok, volt egy csomó szigetelési probléma, volt gépészeti tervezés benne, utána kivitelezés, és ABC projektnek neveztük el, mert tudtuk, hogy az első úgy sikerül, megcsináljuk az A-t, utána B-t, utána C-t, aztán valamelyik csak jó lesz. És az első fél év után jöttünk rá, hogy ha normál technikát használunk, normál technika az, hogy meleg van valahol, és egy kapszulába áthúzzák az anyagot. És mikor a melegbe ér megolvad, mikor kijön a másik oldalon, akkor megdermed. De akkor ugye newtoni erőket kell alkalmazni, és akkor hiába visszük fel, nem tűnik el a gravitáció. Mert a gravitáció helyett ilyen lögdösödés lép be. Tehát olyan berendezést kellett csinálnunk, hogy az olvadék áll. És valahogy egy termikus zóna vonul át rajta, de ő maga áll, és a termikus zóna sem mozog, úgyhogy sok termikus elvitő elemmel fölépített, sok zónás kemencét építettünk. Én biztos, hogy ez nem fog sok mindenkit föllelkesíteni. Minden esetre a berendezés elkészült, és mire már nálunk működött, tehát tudtunk kristályt csinálni lenne a Földön is Kolcon, akkor jött egy levél, hogy a Szovjetunió felmondta, vagy a Magyarország felmondta ezt az együttműködési szerződést, úgyhogy felejtsük el a feladat, eltűnt. És ott álltunk egy úgy, ahogy működő berendezéssel, de nem volt megbízónk, nem volt hova küldeni. És ez egy nagy fordulatot hozott az életemre, és pedig úgy, hogy Amerikába vittük az egészet. De itt még közben bemutatom ezt a fázist, ahol ez az a kemencetest, amiben benne van a kapszula cserélő is, és ami 2000-ben a Millenárison megrendezett Álmok Álmodói nevű kiállításon szerepelt. Ez nekem egy nagy dolog volt, mert az Álmok Álmodói kiállítás, ott igazán jeles emberek művei voltak egymás mellé felsorakoztatva, és óriási irigységet keltett természetesen Miskolcon, hogy oda került a berendezés. Pedig a Java ezután jött, 91-ben szerveztem egy Solidification and Gravity konferenciát, kristályosítás és gravitációs konferenciát, ahová eljött a NASA is. Ugye ahogy a vasfüggöny szétszakadt,
Az amerikaiakat nagyon érdekelte, hogy mi történik itt. Ugye a Szovjetunió több tekintetben kicsit előbb is járt, mint az amerikaiak, vagy legalábbis élénk versenyben voltak. És ez 5 évig egy hangot nem lehetett róla beszélni, tehát ez egy teljesen zárt körbe folyó fejlesztés volt. És 91-ben jöttek a názások, megmutattuk neki a berendezést, nem nagyon hitték el, hogy ez működik. Úgyhogy kötöttünk egy szerződést, és kiszállítottuk a berendezést a NASA-ba, Alabama-ba, Marshall Space Flight Centerbe. Ott van egy Space Science laboratórium, ahol kristálynöveztéssel foglalkoznak az emberek, mint máig. Na, oda került a berendezésünk, és miután egyik interfészese stimmelt, tehát ez egy teljesen miskolci kiagyalás volt, úgyhogy egy operátor működtette az egészet, különleges szoftverje volt, stb. Sehol nem lehetett hozzá csatlakozni, magyarok működtették, amíg kint volt. És akkor megegyeztünk abba, hogy ez egy jó berendezés, de ugye ormótlanul nézett ki, nem is hoztam el, ugye a vákum berendezése az úgy nézett ki majdnem, mint egy tank, vagy nem is tudom, ugye egy jó magyar, a vaskosan fölépített, amivel egyáltalán le lehetett szívni a berendezést, és ugye ehelyett itt már egy nyugati kis vákum szivattyú van rajta, úgyhogy fejlesztéssel foglalkoztunk több mint 6 évig. Ez azt jelenti, hogy teljes elektronikát kicseréltük, a teljes vákumrendszert kicseréltük, és a belső kapszula részt is kicseréltük, és természetesen az amerikai a sokszorosítás nem érdekelt, tehát ezt a kapszulatárat azt elfelejtettük, és az amerikaiak bele szerettek, mert akkor folyt az ISS-nek a tervezése, és az ISS űrlaborba egy anyagtudományi berendezést kellett szállítani, és ezt tervezték. Ez a kék framework, ez azt jelenti, hogy ez volt az ISS-nek a belső geometriája, tehát abba kellett nekünk bele tervezni a következő változatot. Ez sokáig tartott, hát majdnem 10 évig. Ez azt jelenti, hogy sok részjelentés volt, és ugye a 8. év végén volt, hogy akkor már egy hosszabb időre az új berendezésünk kiköltözött, és 1,5 évig kint volt, ott már tökéletes volt a működés, és ugye akkor mindenféle jogi probléma keletkezett, mert ez a Miskolci Egyetem tulajdona volt, hiszen mint a Miskolci Egyetem volt a fejlesztő, és természetesen az egyetem az nem volt olyan pozícióban, hogy valamit eladjon, vagy bármit, még a kikölcsönzés sem volt lehetséges. És egy erős hajtóerő volt ez azután abba az irányba, hogy csináljunk akkor egy üzletet. Az amerikaiak vevőknek bizonyultak, a sok iszajos, sok zónás berendezést megrendelték. Kiírtak egy nemzetközi tendert, és a tenderen indultunk. Az első nem lehetett, mert akkor csak amerikai cégek pályázhattak, azokat elzavarták, és utána kinyitották, még egyszer kiírták a tendert, és akkor már mi is pályázhatunk, és megnyertük. Itt lehet látni, hogy mit építettünk, ez csak félig meddig, vagy egyáltalán nem hasonlít ahhoz, ami az előző képen van, mert itt két fűtőtest van, alacsonyabb hőmérséklet, más kristály átmérő és más maximális hőmérséklet jellemzi. Ez mégis egy óriási nagy lépés volt. Hát a NASA-nak nem volt beszállítója Magyarországban egyáltalán, nem, ez egy másik jogi státuszt kellett elfoglalnunk. Úgyhogy az amerikai nagykövet látogatott meg, a külügyminiszter, mikor itt volt Magyarországon, odahívtak. Hát igazából véve, ez, hát mondhatnám, az én életemben, arról számolok be természetesen, ez egy jelentős esemény volt. És ami nyilván nem lényegtelen, érkezett egy levél, a feladója
Ilyet nem láttam azóta se, United States of America. Amerika írt egy levelet nekem, az Admatis LTD-nek, és benne volt a csekk, amivel kifizették ezt az egész Herzog-Urcát. A borítékot eltettem, a csekket nem, ezt elköltöttük. Ide fényképeztem egy kristályt itt alul, esetleg ezt körbe lehet adogatni. Nézzék meg az emblémát, ezek NASA eredeti felvételek. Egyébként a technikára magára jellemző, hogy akkor nem voltak még digitális rögzítések, tehát ez volt a NASA-nak a csúcs technikája, hogy ilyen módon fényképezték a kristályokat. És ez még mindig ugye a hetedik stáció, és mindenki várja, hogy mikor jön el a 12. Pedig most következik a fontos része. Miután elasztuk a berendezést a NASA-nak, ott állt a társaság, és nem tudta, hogy mihez fogjon. Hiszen egy technikai képesség volt az építő csapatnak, de ezek szerte szét voltak az egyetem különböző tanszékein, ami egy elég furcsa állapotot idézett elő. Ezért meg kellett alapítanom az Admatist. Most ezt külön stációnak nevezem, amikor rám jött az, alapíthatnék, és itt mindenféle dolgot alapítottam. Ez a Miskolci Brigy Egyesület, az még hallgató koromban, úgyhogy az igazán kilóg a sorból. De az American Society of Materials Hungarian Chaptert megszerveztem. Ez szükség volt ahhoz, hogy az anyagmérnöki kurzust elindítsuk, mert senki nem hitte el, hogy ilyen, hogy a Society for Materials, not metals, or polymers, or anything, but materials. Tehát, hogy Amerikában már itt járnak, és akkor már mi is próbáljunk hasonlítani hozzájuk. És ide írtam a dátumot, az Admatis születését. Én most, ez lehet, hogy naív vagyok, feltételeztem, hogy mindenki hallott már arról, hogy Admatis, erről nyilván vége láthatatlan sokat tudok beszélni, mert 2000 óta, tehát már 22 éve ugye ez a legfontosabb, hogy is mondjam, termékem, vagy legfontosabb ügyem. Itt lefényképeztem azt az egy alkatrészt, amit az Admatis csinált a Sentinel 2A műholdhoz, és elrontottuk, tehát ez se lejtett belőle, de a 70 éves születésnapomra megkaptam ajándékba a csapattól, és itt lehet látni, hogy akkor hányan voltunk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tagú volt az Admatis 10 évvel ezelőtt. Zárójelben most több mint 30-an vagyunk, tehát az Admatis egy ilyen pályát fut be. A Kálmán elnök úr említette, hogy a Hunspace, tehát a űripari klasztert is összehoztam valahogy, ez 2007-ben volt, hogy a magyar különböző kisebb-nagyobb vállalkozások, akiket érdekel az űr, azok értsenek szót egymással, és legyen egy valamilyen képviseletük. És ez ugyanúgy volt Európában, többi országban is, ahol az SME, a Small Medium Enterprise, tehát a kisvállalkozások, akik űrtechnikát csinálnak, azoknak lett egy európai egyesülete. És a Hunspace belépett, és ennek a születésekor az SME for Space-nek is én ott jeleskedtem, vagy lehet mondani, hogy ott tolakodtam. Tehát igazából véve sokféle szervezet létrehozásában is vállaltam szerepet. Igen, és akkor elérkeztünk az Admatishoz, és itt ugye megremeg a hangom, azért, mert hát 22 év van mögöttem. Az elején abból tudtunk élni, abból az egy bevételből, amit a NASA-tól kaptunk, és utána próbáltunk körülnézni, miből lehet tovább élni. És nagyon nehéz éveink voltak az elején, egészen addig, amíg az első komolyabb ESA tendert meg tudtuk nyerni, és tulajdonképpen ez a Sentinel volt, ahol 4 műholdnak a mechanikai és hőtani tervezését és alkatrész szállítást, tenderét nyertük el. Ezt majdnem 10 évig csináltuk, ezt a programot,
sokat tanultunk, és igazából az Admat is azóta mondja azt, hogy űripari vállalkozó. Ja, és itt van az épület is, ami az első 10 évben nem volt, az első 10 évben ugye az egyetem laboratóriumában működött az Admat is, és utána kinőtte ezt a szintet, és saját birodalmat teremtett Miskolcon. Most megint megremeg a hangom, nyilván itt egy adatbőség áll rendelkezésre, hogy miről szeretnének tudni, miről szeretnének hallani. A jelen és a jövő. Mégis azt csináltam, vagy azt találtam ki, hogy három nagy karikába bemutatom a kompetenciánkat, elnézést, ez angolul van, megjegyzem, hogy az Admatisnak a hivatalos nyelve otthon is az angol, úgyhogy magyar dokumentumunkat nem nagyon tudok mutogálni, úgyhogy ezért elnézést kérek. De mindesetre űrcuccok, anyagtudományi és verification területen, tehát mérések területén jeleskedett az Admat is. Ma már ebből tulajdonképpen ez elmosódottabbá vált, és sokkal inkább a konkrét projektekbe való részvétel jellemzi a céget. És nagyon örülök, hogy itt ezen a képen bemutathatom a fiamat, Márci Tamást, aki egyébként itt ül, és aki az utóbbi 10 évben vezeti a céget, hiszen ugye elhangzott, hogy 80 éves vagyok, örülök, hogy élek, nem hogy ilyen bonyolultabb dolgokban még komolyan részt tudjak venni. Tanácsadőnként, hétfőnként ott ülök a manager meetingen, egyébként a fiam irányítja a céget. Hogy az itt ülők és a kedves hallgatóságnak néhány ismerősebb dolgot is mondjak, ezért néhány projektet felsorolok azok közül, amiben az Admat is részt vesz. Úgy képzeljék el, hogy az Admat is élete olyan, hogy az egyik fele az állandóan propózaleket ír. Tehát azt jelenti, hogy az európai űrprojektekhez jelentkezik beszállítónak, vagy pedig nem az ESA-hoz, hanem a megvalósító fővállalkozó, európai fővállalkozónál próbál becsatlakozni, és ezek egyik része sikeres, másik része pedig nem. Minden esetre a megkötött szerződések közül 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-et soroltam itt föl, és valószínűleg nem is teljes, meg nem is teljesen pontos. Nézzek a Tamásra. Minden esetre csak a irányultságot érdemes talán felsorolni. Tehát van olyan feladatunk, hogy részt veszünk az exobolygók légkör kutatására irányuló Ariel projektet. Ez egy kifejezetten tudományos projekt, és az exobolygók atmoszféráját fogja felderíteni, ha kész lesz. Itt még nekünk van vagy 3-4 évünk, mire ez elkészül, föllövük, és utána derül ki, hogy jó-e vagy nem. Részt veszünk a Copernicusba, a Föld légkör monitoringban is, ahol az a Sentinelhez hasonló, de most a CO2 eloszlást figyelő alacsony pályán röpülő műhold fog készülni. Van egy érdekes projekt, hogy a csillagászok talán erre felsziszennek, hogy lesz egy olyan berendezés, amit föllőnek és lesbe fog állni a Lagrange pontban, a nap és a föld között egy megfelelő helyen, és ott lesz felejtve, és évek, évtizedekig azt fogja figyelni, hogy a földhez közelít-e üstökös, és ha meglátja, akkor jelet fog adni, hiszen ha földről veszik észre, akkor már késő. Tehát ez mondjuk úgy, hogy lesben áll, és földeríti a korábban érkező. Ez igazából véve egy védelmi, földvédelmét szolgáló projekt. A Clean Space az pedig takarítás. Ugye a Leo pályán sok roncs van, tehát használaton kívül lévő műhold, és most az ESA programot indított, hogy ezeket össze kéne szedni. Ezt kimondani könnyű, megcsinálni nehéz. Mi részt veszünk ebben a programban is, leginkább abban a részben, hogy egy ismeretlen alakú, ismeretlen távolságlevő kóvágó valamit
milyen messziről lehet észrevenni, és hogyan, milyen módon lehet a megközelíteni navigálással egy szemétszedő elkapó masinának. Ez egy rendkívül komplikált probléma, csak egyet mondok, hogy ezt képzeljük, hogy az egész egy sötétbe, mert a fény vagy van, vagy nincs, és ugye az infratartományban történik az egész fejlesztés. Nagyon érdekes ez az MSRO, az projekt, amiben részt veszünk, ez több év múlva fog megvalósulni. Ez egy nemzetközi projekt, remélem az itt ülők meg a hallgatók többet tudnak róla, mint én, de az biztos, hogy valaki elmegy a Marsra, leszáll, ott a talajmintákat gyűjt, azt fölviszik egy Mars körüli pályán lévőre, és ez pedig egy transportot teljesítő létesítmény, ami elrepül oda, a Mars körül keringő valamitől elszedi a mintát, hazajön és lehozza ide a Földre. Ez az ERO, ez egy nagyon érdekes projekt, tehát igazából ennek is bizonyos részeit csináljuk. Most mielőtt még azt képzelnék el, hogy az összes projektet mi csináljuk, az óriási tévedés. Mindenkinek van egy fővállalkozója, rengeteg bedolgozója, nagy konzorcium vesz részt, és mi valahol valamelyik részében kapunk egy valamekkora szerepet. Most már van egy kialakult profilunk, ami elsősorban a radiátorok, a termikus egyensúly biztosítása. Ebben vagyunk mesterek. Több műholdnak csináltuk már ezt a termikus rendszerét, és ez azért valamennyire áthihető egy műholdról, mert mindegyikben közös a probléma, hogy a processzor és benne lévő dolgok melegítenek, kívülről meg mindenféle sugárzás jön, és a detektort, ami minden műholdon van, konstant hőmérsékleten kell tartani. Ez a feladat, és ezt kifele tehát le kell sugározni bizonyos energiamennyiséget, meg különben belázasodik a műhold, és korábban nagyon sok ilyen probléma volt a műholdakkal, hogy nem volt rendben a termikus háztartása. És a két utolsó, az nagyon merész dolog, az már azzal függ össze, hogy a magyaroknak lesz valahány év múlva az űrállomáson kísérlete, és a sok kísérlet közül, úgy tudom, hogy 8 kísérlet lesz, 2 az ADNAT is fog csinálni. Ez van itt föltüntetve. Mind a kettő érdekes. Az egyik úgy szól, hogy ott van, vagyunk fönn a Holdon, tele van porral az egész, és abból tessék házat építeni. Tehát holdporból téglát, vagy valamilyen elemeket készíteni. Ez egy érdekes feladat. Nekem, mint anyagos, vagy anyagtudósnak kifejezetten testhez álló. A másik az pedig öregítési kísérletek, az is anyagról szól. Ugye, hogy bármilyen testről, mi magunk is sajnos öregszünk, ugye, én már 80 éves vagyok, még valahogy együtt vagyok, tehát az atomok bennem még fogják egymást, ugye, hogy. De minden szervetlen test is az idő múlásával előre neheze megjósolható változásoknak van kitéve. És ugye egy űrbeli szerelvény, bármi is az, az nem pótolható. Tehát fölövéstől kezdve addig, hogy deformáció van, felületváltozás van, kigőzölgés van, lerakódás van, bármi, akkor elveszti a funkcióját és használhatatlanná válik. Tehát ezt nevezzük öregítési kísérletnek, ez tulajdonképpen egy teljesen univerzálisan használható fogalom, mindenféle anyagot, nyilván olyanokat, amelyek valamilyen szempontból kritikus lehet egy műholdon, annak vizsgáljuk majd meg, hogy milyen változások történnek benne a űrbeli körülmények között. Ez tehát a 10. stáció, de van még. Valami történt a masinával. Igen. Na, ez egy kedélyesebb kép, ezt remélem szeretni fogják. A
Egy képet tettem be az Adnot is évvégi buliáról, ahol mindenki elhozhatta a gyerekeit, és lehet látni, hogy sokasodunk, és reméljük, hogy ez a jövő mindenki űrkutató, vagy Adnot is alkalmazott lesz, sejteiseink szerint. 11-es pont alatt pedig összefoglaltam azt, hogy egyáltalán mi az én életemnek a fő műsorterve. És ide írtam azt, hogy írkáltam egy csomó szakcikket, előadást, újságcikket, kiadványt, szabadalmaim is voltak, és elhoztam önöknek két könyvemet, ami nem szakmai könyv, hanem mondjuk úgy, hogy általában olvasható. Hova? Az egyik könyvem az arról szól, hogy én a miskolci egyetemista koromban és később is az egyetemi újságnak voltam a lelkes szerkesztője, írnoka, és több mint 200 írásom jelent meg egyetemi újságban. És miután az egy mulandó dolog, ezekből a jobbakat összeszedtem ebbe a kötetbe, és az egyetemi újságnak az volt a neve, hogy a mi egyetemünk. És ennek egy parafrázis ez, hogy az én egyetemem, tehát ebből az, amit mondjuk rám tartozik. A másik pedig, említettem a nemzetközi osztályon miatt is, de egyébként is rengeteget jártam külföldön. És egyrészt hát lelkesen gyűjtöttem a képeslapokat, meg a térképeket, meg mindenféle egyebeket is, úgyhogy ezekből is írtam egy könyv, nem mindegyikből, de százvalány utazásról van itt. Hát szerintem jól olvasható, kedélyes emlékezés. Egyszerűen azért tettem ezt, mert hát egyrészt magam is elfelejtett mindent, és az ember már előző napra sem biztos, hogy emlékszik, nem, hogy évtizedekkel ezelőtt történt dolgokra. És ide írtam egy verset is, nem tudom, el tudják-e olvasni. Mit hagynak ránk holtuk után az öregek? Egy vénruhát, egy repetokulárét, egy félig ürült tintás üveget. Még élek, ám a perc közel. Ezt hagyta csak vijognak majd felettem, és én a kegyetlen alvilág mélyén sóhajtom, legalább a tintatartómat kiürítettem. Ezt nem én írtam, ez Lénárd Sándor nevű érdekes író és figura tette. Igen, az ember, ez egy emberi gyengeség, mikor nincs társa, meg úgy érzi, hogy tele van a fejem mindenféle gondolatokkal, akkor az egy grafománia, elkezd írkálni. Azóta is állandóan írok, hosszú-hosszú naplóim vannak, és néha megkísérlem azt közreadni. És akkor a 12-esben pedig ez szintén egy számon kérhető dolog, az ember 80 évig ér, hát mutasson már fel valamit. Mi az, ami eredmény? És én három csoportba foglaltam össze, mind a kettő őrületesen szakmai, tehát nem is tudom, hogy felolvassam-e, de minden esetre ezek új anyagok, amit én csináltam. Ez olyan, mintha egy pék csinált egy ilyen bucit, egy olyat, egy amolyat, meg stb. Ezek anyagok, amelyek hosszú kutatási munka végén valóságosan elkészültek, és ide most nem hoztam el mindezeket. De lehet látni, hogy csiszolószalag, ami amorf fémszalag, benszülött kerámia, szemcsike, nem olvasom fel, mert ez egy szakmai dolog. Tehát ezek olyan anyagok, amelyek különböző célt szolgálnak, például a tetőcserépgyártáshoz, szilíciumkarbidból, permeabili szilíciumkarbidot csináltunk, ferrolongán anyagot, karbon-szilíciumkarbid kompozitot, féktárcsának, a Mercedesben, a drágábban már van ilyen, hát én is csináltam, csak ugye itt lehet látni a siker score 0-5-ös skálán, ami azt jelenti, hogy bevezették, és eladható volt, vagy pedig semmi. Úgyhogy ezek között három olyan van, amit valóban
bevezettek, és igazából eredménynek lehet mondani, a többit inkább erőlködésnek talán. Ide tartozik a hatos, mert ez egy tie bracket, ami a Sentinelen rajta van. Tehát igazából ez fönt röpül, és mindig, mikor elrepül fölöttünk, akkor felsóhajtok, hogy ugyan még jó-e. Ennek egy felület kezelését dolgoztuk ki, és a fölvitt réteg az kiválóan viselkedik. Ezt tehát csináltam anyagot. A másik ezt velem csinálták, felsoroltam a kitüntetéseimet, mert csak ez is azt mutatja, hogy milyen össze-vissza ember voltam, mert ugye a MAN-tól is kaptam díjat, amit nagyon szépen köszönök, kettőt is, mert tiszteleti tagságot is, de más helyekről is, hol a tanári tevékenységemért, hol a Bajz Zoltán díjt, azt a te minisztériumodtól annak idején, és mások is. De talán vállalkozói díjat is kaptam, ami figyelemre méltó legalábbis, hogy tudósból, mérnökből és vállalkozóból mindegyikből volt bennem valami kicsi. És eredmény háromként ideírtam azt, hogy a MANT által szervezett űrtechnológiai szakértő szakirányú továbbképzés három fél éves tananyagába űreszközök anyagai címmel az én tantárgyam is bekerült. Ez egy jövő, kifejezetten, jövőt ígérő, még el sem indult ez a tanfolyam, de ezt jelenti, hogy még nem adtam föl az elkövetkező években, és talán még lesz hallgató, vagy lesz, akinek továbbadni az ismereteket. És akkor van egy prológ a végére, ami úgy szól, hogy én mindig olyan, se ilyen, se olyan ember voltam. A tudósok között mérnöknek számítottam, aki jött oda egy mérnök. A mérnökök között meg én voltam a tudós. Ez mindig egy különleges helyzetet eredményezett. Valószínűleg az iskolák is eredményezték ezt. Én mindig kívülálló voltam minden osztályban. Gondolják el, 6 különböző helyen végeztem az általános iskolát. És ugye én voltam az új fiú az osztályban, akit a többiek kirögtek. Ez természetes dolog, mert én soha nem tudtam tájékozódni az adott közegben. És valójában nagyon figyeltem mindig arra, hogy kik azok a személyek, akiknek a szavait én egyáltalán befogadom, és kik azok, akiket nem, amik visszapattannak. Ez egy különleges szűrő működik bennem, és ez valóban talán be lehetne vallani, hogy egy negatívum is. Mérnöknek szerettem lenni, és ma is szerettem, nagyon élveztem mindig valamit megcsinálni, létrehozni, az egy nagyszerű dolog. Tanárként talán van, aki még emlékszik rám, hiszen több mint 50 évig tanítottam a Miskolci Egyetemen, tehát jó, nem emlékszik mindenki, de itt-ott egy-kettő azért talán mégis. Innovátorként viszont megbántottam sok embert, ebben biztos vagyok, mert mikor egy új ötlettel tolakodtam előre, hogy alapítás ezt ilyenre, és pionyérként javasoltam, akkor bizony sokszor voltak nézetkülönbségek, amiket én fölvállaltam, de ha megbántottam embereket, azt nagyon sajnálom. És abban bízom, hogy a racionális ismeretek lassacskán úrrá lesznek, és hát az életem az irracionális hitek, propagandák, politikák felett állónak éreztem mindig is magamat. És végre tartottam egy jó tanácsot, ez nagyon rövid lesz, és pedig úgy szól, ez egy megfigyelés. Az ember mozgástere magától nem tágul. A világegyetem az magától tágul, természeti erők kényszerítik tágulás. Az ember világa azonban beszűkül. Minél kevesebbet tesz érte, annál szűkebb lesz a környezete. És az ember mozgásterét csak a tudás tágíthatja. Tehát a megszerzett tudás az mindig kicsit tágabbra nyitja a gondolkodást és a tereket. És itt ugye loptam Francis Bacon-től egy megállapítás, knowledge is power,
A tudás az erő, és ezt erre kell építeni. Hát én életem erről szól, egyszerű, tágítottam a világot, ahogy csak tudtam, tágítsuk tovább együtt, irány az űr, ez már ilyen jelszószerű. És lelkemre kötöttek, hogy legyek egy kicsit vicces is, ezért a kedvükén lefordítom ezt a jól ismert mondást, hogy Knowledge is Power, Francis Bacon, ugye le kell fordítani, ezt lehet úgy fordítani, hogy a tudás púder, Franciaország pedig szalonna. Francis Bacon. Még megmutatom az utódaimat. Egy jelen is van, egy unoka, 7 unokám van, és az elődeimet bemutattam az utódaimat is. Köszönöm szépen a MANT-nak a meghívást, és köszönöm, hogy meghallgattam. Nagyon szépen köszönjük Fajnak az előadást. Hát szerintem elég tág teret, ahogy egy kedves ismerősöm mondta a napokban, hogy nem igazán, azt se tudta, hogy van Magyarországon űrkutatás, meg űripar, de amikor aztán az űriparról elkezdett egy kicsit tájékozódni, és látta, hogy milyen hihetetlen széles. Tehát, hogy nagyon széles spektrumban, nagyon sok mindennel foglalkozunk mi. Persze picik vagyunk, és néha a vonal alatt, és alig látszódunk, de nagyon széles spektrumban. Most azt lehet mondani erről az előadásról, hogy a Pali megmutatta, hogy egy ember életében is nagyon tág, széles spektrum lehetséges. Kérdések következnek, és nem akarom magamhoz ragadni a szót, mert először akkor a publikumnak adnám, de bennem gyülemlett néhány kérdés, fogok majd föltenni, de először is akkor a hölgyeké a szó. Anna, azt szeretném kérdezni, hogy mennyire volt nehéz az átmenet a viszonylag védett egyetemi közegből egy vállalkozóvá és cégvezetővé válni? Ráadásul ugye közben volt a rendszerváltás is. Hát nem volt könnyű. Nem mindenki teszi meg ezt a lépést. Ez biztos. Tehát az egyetem az egy kellemes búvóhely mindenki számára. Ott nyugodtan el lehet. És aki szereti ezt a komfortérzést, az nem megy el az egyetemről. Akármilyen sanyargatott is a sora. Na most, igen, nehéz is volt, meg könnyű is. Tehát igazából véve én az egyetemen professzor maradtam egészen 70 éves korom. Még igen. És 65 éves koromig tanszékvezető voltam, különböző is olyan tudományintézetnek is. Tehát mondjuk, hogy nehéz volt-e, az azt jelenti, hogy ki tudtam eljönni a pénzből. De az első évek az rettenetesek voltak, az biztos. Tehát igazából az első évben egyáltalán nem volt alkalmazott, nulla alkalmazottja volt az adnotisnak. És utána is nagyon lassan lehetett, hogy is mondjam, lépésenként növekedni. Én nekem meg a terhem az volt, hogy valamilyen módon, hát hogy is mondjam, a pénzügyi részeket is uralni kellett volna, de ott volt szerencsére egy remek munkatársam. És a menyemet kértem meg, hogy minden hónapban tegyem le elém egy papírt, amiben az van, hogy mennyi fizetnivalónk van, mennyi bevételünk van, és a harmadik, hogy és egyébként van-e a bankszámlán pénz. Tehát ezt a három számot ő rakta össze, és hát ott kellett mindig valamit csinálni. Az elején teljesítünk a Széchenyi kártyakölcsön lehetőségeivel is, és hát önfeláldozó csapat jött össze. Az az igazság, hogy az volt a szerencsém, hogy a sokzónás kistársítót csináló csapatból egy, kettő, hárman, négyen kitartottak az adnotis mellett. Tehát ők már lelkesen, és hogy is mondjam, magát a szakmát szerették, és nem mentek el mondjuk jobb ajánlatokért, meg stb. Nem tudom, erről szólt-e, vagy pedig a lelkemről. Inkább. Hát az az igazság, hogy én egyetemi tanárként is a tudományos termelést nem tartottam se fontosnak, se primátust nem adtam neki. Persze, hogy kellett írni, látták, rengeteg cikket kellett írni, de ugye a cikkírás, mint termék,
az engem soha nem elégített ki. Tehát tulajdonképpen az egyetemi éveik alatt is mindig gyárakban dolgoztunk, és különböző üzemi problémákat oldottunk meg. Tehát ilyen értelemben valamennyire a valóságot is ismertem. És mondjuk, hogyha a lelkemet kérdezett, és jobban szerettem, mint cikket írni, amire megírja az ember, vagy elfogadják, vagy nem beveszik, vagy nem, úgyse, hogy is mondjam, nincs rá reakció, stb. A mi egyetemünk cikk az más volt, mert ott ugye az ember megkritizálta, a menzán rossz a kaja, akkor másnap már felejtett volna beszélni. Visszajelzések voltak, tehát az egy élő közeg volt, és az kedvet csinál az íráshoz. Tudományos cikkírás az nem volt kedvemre való. Tehát magyarul megmondom azt, hogy én nem írok több cikket, csak mondjuk alkotások leszek, az ember nem inkább felszabadultságot okozott, mint terhet. Más további kérdés. Amíg tart a gondolkodás, és majd az internetet is nézzük meg, légy szíves, akár, addig gyorsan én is egy a legelejére mennék vissza, csak azért, mert annak idején sok-sok évvel ezelőtt, jó három évtizeddel ezelőtt Lócz Karcsi, aki ugye miniszter is lett, és akinek a dédapja pedig abban a parlamentben, ahol őt miniszterré avatták, abban a parlamentben néhány kisebb, nagyobb festménnyel, freskóval díszíti a magyar parlamentet. Szóval, hogy ő mondta, hogy ugyanúgy 45 után kitelepítés, ők a család, miután náluk is volt egy művészág, de volt egy politikus ág is, államtitkárok és fővárosi képviselők, és így tovább, hogy ők kőfejtőbe kerültek. És ugye ez olyan volt számára, mint ahogy nem tudom én, a mi korosztályunknak a katonaság, tulajdonképpen egy rossz dolog volt, de volt benne egy-két olyan dolog, ami pótolhatatlanul pozitív tanulással járt. Tehát, hogy olyat tapasztalt meg az ember, amit aztán az egész életébe tudott tovább vinni. Hát ők például azt, hogy olyan szerencsésen jött össze az a kőfejtőben deportált csapat, hogy a Magyarország legnagyobb kutatói, akadémikusai, történészei, matematikusai, fizikusai voltak ott, akik az ott lévő 8-10 éves gyerekeknek megszerveztek iskolát. Ő akkor már majdnem középiskolás volt, és azt mondja, hogy ilyen tanároktól, szóval ilyen tanári kart, ilyen tudás soha az életben nem szerezhetett volna, mint ott. Tehát, hogy minden rosszban néha az ember tovább viszi a jót, hogy abban nektek abban a nagyon nagy megpróbáltatásban, hogy a családot ez érte, meg hogy később is téged gyakorlatilag 20 éves korodig gyakorlatilag végigűztek azzal, hogy X listás vagy, tehát hogy ilyen osztályidegen vagy, hogy ez valamilyen töbletet adott-e? A negatívumot értem, de adott-e töbletet? Hát gyerekkorban hogy adott volna? Uh-huh. Hát semmit. Hát gondold el, hogy az iskolát vegyük, vagy nem is tudom, hogy melyik részét vegyük. Tehát mi mezitlába jártunk a ronyokba, és egyedül voltam egy osztály. Mi volt ebbe felemelő? Hát semmi. És az évekig így volt. Most persze, most innen későbbre lehet mondani, hogy edzettebb lettem, meg kibírtam, meg megszoktam azt, hogyha két verszak volt feladva, akkor nekem négyet kellett megtanulni. Megszoktam, hogy nekem többet kell teljesíteni, mint bárkinek, de ez saját magam számára. Hát most azt nem tudom, az biztos, hogy dolgozni és tanulni, nagyon is szeretek, máig is. Ugye az attól a nyomortól volt, azt nem tudom. Igazából... De a kitartásod, az erőd, az lehet, hogy attól volt, hogy ezt kibírtad. Hát így igen, így utólag lehet mondani, de... igen. De hát a nővérem, aki mellettem volt, az belepusztult. Tehát... erre nehéz mondani... nehéz bármit is mondani. Hát egy... szüleim, ugye nyilván a szüleimet sajnáltam, mert ők, ugye ők ártatlanok voltak, hogy mi lesz a gyerekeikből. Hát nem tudtak semmit sem csinálni.
Úgyhogy ez... Nem, én azt, amit te mondasz, azt egyáltalán nem lehetett érezni. Tehát a Domrád ez egy olyan hely volt, hogy 400 kitelepített volt ott. És ugye hát én 10 éves voltam, és ugye hárman voltunk gyerekek, 9-10-11 éves gyerekek voltak, a negyedik ott született. És mi izolálva voltunk teljesen. Tehát az én koromban levő gyerek, csak valósi gyerekek voltak. Tehát az osztályban nem volt még egy kitelepített, vagy hogy mondjam. Aha. És igazából véve, ez annyiban jól éreztem magam, hogy általában jobban tudtam mindent, mint ők, de ez mindig visszaütött valamilyen formában. Tehát ez igazán ez nem volt szórakoztató, akárhogy is veszem. A gimnáziumban ott, hát nem tudom, az ember igyekezett ebből a státuszból kitörni, vagy elfelejteni. Gimnáziumban azt hittem, hogy már túl vagyok rajta. A Betlenben, Vásárhelyen, ott ragyogó osztálytársaim voltak, volt egy-két normális tanár is, általánosban nem tudok normális tanárt például. Nem jut eszembe egy se. A gimnáziumban már volt. Ott már azt gondoltam, hogy valamilyen módon ennek vége lesz, és nem úgy lett. Tehát én hiába nyertem matematika versenyt, középiskolás versenyt, meg kitűnő voltam. Úgyhogy ott is egy ilyen nagy, nagy szakadás volt. Tehát ezt most csak azért nem szeretek róla beszélni, mert tudom, hogy bizonyos emberek szeretik sajnáltatni magukat, meg ehhez hasonlóként, soha nem tértem ki. Ahány szívét írtam, ez a rész, ez mindig üres volt. Igen, ez számomra is új, azért kérdeztem rá, nem is hallottam. Vásárhelyen, gimnáziuma, vagy micsodát, általában segédmunkást is kiszoktam hagyni, mert az most minek. Tehát ez igazából ez szégyelni való dolog volt. Ez nem olyan része volt az életednek, ami valamilyen módon is, hogy is mondjam, fényezett volna. Hát erről szó nem volt. Csak annyit, Bali, hogy ez szégyelni való valóban, de annak a környezetnek, amelyik ezt okozta. Tehát ez valószínűleg ez így igaz, de akkor lépjünk ezen túl, de azért akartam ezt kérdezni, mert nem hallottam még én se tőled. Tehát igazából ezt én most hallottam először, pedig ismerlek, hát majdnem 30 éve. Tehát azért ezt jó elmondani, mert jó tanulni belőle. Tehát akkor is el kell mondani, hogyha ez nem hangzik jól. Akkor is el kell mondani, a sok szomorúságot hogy okoz. Mondjak valamit, ami még most is megborzongtat, hogy a kitelepítés 65 éves évfordulóján Dombrádon rendeztek egy, hát ilyen ünnepségfélét, és egy emlékművet, és arra meghívtak. És hát, hogy is mondjam, most már majdnem, hogy sajnálom, hogy elmentem. Tehát egy aktuális polgármester egy aktuális marhaságról elkezdett ott beszélni, aminek nem volt köze. Tehát amiért nem bántom, mert nem is élt akkor, tehát fogalma sem volt, hogy akkor mi történt. Csináltak egy fölírást, hogy az értelmiségi, a budapesti értelmiségiek, nem tudom, emlékér, vagy mit. És én tudom, hogy a 400 között volt egy csomó csendőr, katonatiszt, gazdálkodó, kulák, kurva, tolvaj, és ott volt ennek a Várci Istvánnak a felesége is. Tehát, akit szintén nem tartok értelmiségének, az egy dáma volt, ugye, és ott magas sarkúba hegyeget, de üres volt, olyan hülye volt, mint egy ház. Tehát, de nem is az, hogy miért vártak 65 évet, amikor már nem tud senki visszaszólni, tehát akik akkor éltek, és el tudnak mondani, hogy mi történt, pro és kontra, hogy az a rendőr mi csinált, és... Hát ezek már nincsenek. És megkérdeztem, hogy miért vártak 65 év? Hát, mert most nem tudom. Hát mondom, akkor még várhattak volna még 10-et. És akkor én sem vagyok itt, és akkor hát teljesen mindegy, hogy mit írnak ki arra azért. Hát hülyítik a népet.
Tehát nem igaz, ami rajta van. De aztán mondtam, hogy egyébként most ahhoz képest, hogy semmit se csinálnak, most ezt csinálták, hát, és igazából ők nem tehetnek róla. Hát tehát ez megint egy olyan dolog, hogy olyanok próbálnak tenni bármit is, akinek hát semmi közük nem volt hozzá. Tehát igazából mondjuk ezt is meg kell köszönni, hogy hát milyen szép dolog volt ez. De 65 év, tehát azért mondom neked, hogy senkit nem érdekel, hogy akkor mi történt. És én nagyra becsülöm azokat, akik mondjuk pozitív történeteket tudnak, és ilyen felemelő dolgokat tudnak hozni ebből az időszakból. És no comment, nem teszek hozzá semmit. De ugye tehát sok-sok ember ezt nem így érte meg. Tehát ott igenis voltak gonosz emberek, voltak esendő emberek, és egy csomó szerencsétlen ember volt ott, persze. És volt, és hogy is mondjam, és persze tisztességes emberek is voltak rengetegen. De hogy is mondjam, egy mondattal úgyse lehet elintézni ezt az egészet. Tehát nekünk nem volt nem is tudom, hogy mondjam. Tehát nem volt kijárat ebből a helyzetből. Semmi nem volt. Hogy mondjam azt, Pali, hogy két olyan könyved van, ez csak onnan jutott eszembe, hogy egy kicsit rendhagyó volt maga az előadás, és én magam is mondtam neked, emlékszem, amikor beszélgettünk, hogy legyen rendhagyó. Csak jut eszembe, hogy két nagyszerű könyvet mutatsz itt, ami nem az űrkutatásról szól, de lehet, hogy kellene írni egy harmadikat is. Mert lehet, hogy azt is érdemes lenne, a történetét is érdemes lenne egyszer megírni. Elolvassa, aki elolvassa, vagy nem olvassa, aki nem olvassa. Nem feltétlenül azért, hanem csak azért, hogy leírni, hogy mi történik. Azért az nem árt. Tehát én azt gondolom, hogy lenne. Mostanában talán van rá időd, vagy van energiád, és akkor... Ez sokak számára szerintem nagyon érdekes lenne. És ezt most azért mondom, hogy független egy kicsit attól, hogy űrkutatás vagy nem, bár én meggyőződésem mindig azt mondtam, hogy mindent az ember azért csinál, hogy a saját élete, vagy a környezetének az élete valamivel jobb legyen, az űrt is azért kutatja, az űrben is azért csinál szolgáltatásokat, mindent azért csinál, hogy itt egy kicsit jobb legyen az élet, ehhez hozzátartozik esetleg egy ilyen regény is. Vagy... Csak egy önéletrajzi novella. Hát az a helyzet, hogy erre szabad valamit mondani, hogy hát a mai korban a valóság nem számít. Semmit nem számít. Tehát a mai korban csak kommentek vannak, ember szájból kibocsátott és leírt valamik, ami nem a valóság. És mindenkit ezzel letetnek, és mindenki bekajálja. Tehát ehhez, hogy most én is, mert az én szájamból is jön valami, és ha leírok valamit, azt is mondom, hát igen, ő persze így látta. Tehát, hogy is mondjam, mindennek sokféle megvilágítása, sok nézet van, ugyanarról a dologról. Most, és ezért én eléggé szkeptikus vagyok, megmondom is. Én azért írtam ezt a könyvet, mert ez a lényeg, hogy rengeteg országban voltam, mindenütt láttam valamit, és én azt gondolom, hogy lett egy világképem. Nem az, hogy X mit mondott, Y mit írt, mit adottak, miből kellett vizsgálni, mit tudom, ez nem számít. De amit én megtapasztaltam, az a valóság. De hogyha én ezt leírom, akkor az már nem a valóság. Az már megint valami, amit én ugye festegetek magamtól. Tehát én ebben egy picit szkeptikus vagyok. A valóságot, ha valaki kíváncsi lett volna a valóságra, Domrádra, volt 60 éve. Volt 60 éve. És nyilván azok sokkal többet tudnának, akik 10-20 évvel idősebbek nálam, mert ugye hát én gyerek voltam, hogy mi volt írva a papírra, meg... Hát nyilván az egyfajta benyomás az egészről, ezt látni kell. De azok tudták volna megírni, vagy elmondani,
akik ténylegesen, tevőlegesen szenvedtek, vagy tevőlegesen küldték a büntetéseket, vagy tevőlegesen ő alázta meg az egyiket, vagy a másikat. Ez igaz, de azért az... Nem volt kíváncsi senki. De az és lehet, hogy igazuk is van, mert nem, mert hát ezt egészet el kell felejteni, és... Azért az ember, az emberiség is, de az ember is csak a múltjából tanul. De egy dolgot hagyd mondjak ez a szkepticizmusodra. A MANT, és akkor itt ilyen szempontból jó helyen vagyunk. Tehát ez az internet világában valóban úgy van, hogy van két hír, az egyiket írja egy akadémikus, a másikat írja Kis Dezső, és itt most nem minősítve azt, hogy ez csak az egyik leírja, hogy a Föld ilyen, meg olyan, meg amilyen, a másik leírja, hogy lapos a Föld, és az olvasó két véleményt lát, és tökéletesen így értékeli. Nem úgy értékeli, hogy autentikus, szakmai, stb., ez pedig egy amatőr, egy véleményformáló csak, hanem van egy ilyen, meg egy olyan, és szinte szabadon érzi, hogy dönthet. Na ebben a légkörben működik például a tudományos ismeretterjesztés, amit a MAN tűzött a zászlajára, azt mondva, hogy lehet, de mégis azt gondoljuk, hogy igen, ez a gyermekbetegsége az internet világának, az információ dömping világának, de előbb-utóbb lesz igény arra, hogy a viszonylag megbízható forrásból eredő információkat is gyűjtsük, vagy gyűjtsük és ütköztessük a mással, és ezért kellenek olyan portálok, olyan közösségek, olyan szakmai csapatok, akik azt hirdetik magukról, hogy ők igyekeznek legalábbis a szakmaiság talaján kommunikálni. És ezt gondolom, hogy ez az ismeretterjesztésnek, hát a MANT-nak is, meg a minden oktatásnak is ez tulajdonképpen a funkciója, hogy megpróbál ezt tenni. Tehát én azért miközben értem azt a fajta szkepticizmust, hogy ma már nincs olyan téma, tényleg nincs, ha azt mondom, hogy az a feliratot zöld és fehér. Ezt is, ha internetre földobom, azon a vitafórumon 12 percen belül lesz legalább 30 olyan, aki azt fogja mondani, hogy nem, mert szűrőt alkalmaztam, meg eléraktam, meg különben se biztos, meg ki tudja, mi volt vetítve. Szóval nincs, ahogy te mondod, nem lehet olyan egyszerűen. De ez nem jelenti azt, hogy nem kell csinálni. Sőt, az én szememben ez pont azt jelenti, hogy feltétlenül kell csinálni. Tehát feltétlenül el kell mondani ebben a közegben azt, amit igaznak vélünk, és én értem azt is, amit mondtasz. Annak idején egyszer Göncz Árpád mondta, amikor kérdeztem tőle, hogy miért nem írja le, hihetetlen történetei voltak, hogy miért nem írja le. És azt mondta, hogy már ez már csak az a valóság, ami bennem él, és nem akarok senki más megbántani vele, ez csak az a valóság, ahogy én ma erre emlékszem. Lehet, hogy 30 évvel ezelőtt nem így emlékeztem volna, de ma én már erre így emlékszem, ez a valóság. De mondtam, hogy nem baj, attól még azt is le lehet írni, hogy én ma így emlékszem erre a valóságra. Lehet, hogy tisztább ez, letisztultabb ez a kép, mint amire tények alapján emlékszik az ember, mert itt már sokkal több benne a tapasztalat, a társadalmi következmény. Szóval nem akar egyszerűen, aki száz a vége. Én azért még csak piszkállak, hogy igenis a szakmai munka, és az, hogy valaki milyen eredményt ér el a szakmában, egy pionír területen, abban biztos, hogy az egész élete benne van. Tehát ahhoz hozzátartozik ez az időszak is, és hogyha ezt megírod, ebből szerintem nagyon sokan gyűjtenek, vagy kapnak erőt. Valami... Van kérdés, muszáj, igen. Mert kikapunk az internetesektől, hogyha nem tehetjük föl. Alká, parancsolj. Kettő kérdés érkezett. Szijjártó Lajos kérdezi, hogy van-e kapcsolatuk a SpaceX-el? Mi van? SpaceX. Nekem nincs. Almatis? A szóljanak szóval válaszadó lesz. Terben van. A válasz az volt, hogy még nem vettük meg őket, de szólunk, ha terve lesz. Frey Sándor írta, hogy köszönjük a különleges előadást. Az Admatis cégnév hogy született? Van-e valami rejtett jelentése az angol betűszón túl is? És mennyit kellett gondolkodni rajta annak idején? Advanced Materials in Space. Ad. Advanced Ma. Material in space. Admatis. Lenne tábla fölírnám, és akkor kisebb lenne. Igen. Advanced materials in space. És hogy miért, de igen, de én értem a Sanyi kérdését, tehát hogy miért pont ez? Sok mindent mondhattatok volna. Tehát miért ez volt az elképzelés? Ez jó kérdés. De, na, nem tehát, tudom, miért pont de, ez hát, de szerintem ez annyira kifejezi
ami azt a vonalat, amin rajta vagyunk. Ugye, hát ez egy anyagmérnökök csinálják, materials. Advanced materials and space. Mert mi közük az űrhöz, vagy miért akarnak anyagokat csinálni űrbéli használatra, hát valamennyire kifejezi. Hogyha nem fejezi ki, akkor bocs. De én valamit szeretnék még mondani, nem alakúztak, meg igyekszek rövidnek lenni. Én arra vagyok büszke, hogy mérnök vagyok. A mérnököt azt különbözteti meg a többi embertől, hogy miért. Többiek nem tudnak mérni. Na most, ha valamit megmérek, akkor számszerűen jellemzem, és a valóságot, annak egy részét megismertem. Ha nem mérem meg, akkor nem. Ha elfogadom a bizonylatot, és én nem mérem meg, mert ott van X azt mondta, Y, Z azt mondta, akkor nem vagyok mérnök. És az admat is, vagy az űrbe, így nem kerülhet anyag. Tehát verifikálni kell. A verifikálás a leglényegesebb része. Egyetlen egy tulajdonságot, vagy ezért sem fogadok el. Bárki is írta le. És most ez még itt is így van, hogy meg kell mérni, mellé kell tenni, hogy mi volt a mérőeszköz, mellé kell tenni, hogy ki hitelesítette azt a mérőeszközt, mikor hitelesítette, mikor volt a és mi a mérésnek az eredménye, ki végezte a mérést, ki ellenőrizte, ki verifikálta. És akkor azt a valóságos adatot megismerte. Én arra beszélek, hogy X, Y, Z bármit mond, nem azért, mert rossz ember, beleértem magam is, hát mond valamit, persze. Na de ez nem a valóság. Ő mond valamit. És a mérnök ezt, hogy ő mond valamit, meg mi a valóság, megkülönbözteti. Mert ha egy kényszerpályán van, ezt nem teszi meg, akkor nem működnének a gépek. És pláne tudományos eszközök. Pláne egy űrbéli eszköz. Pláne, ami elmegy a Marsra. Hát ott nem lehet olyat, hogy Józsi azt mondta, hogy nem tudom, X küldött egy papírt, és az szerint ennyi. Kevés. És ez fajta, ezért ez nekem tetszik, ez a pálya. Azért mondom, hogy én mérnöknek szeretek lenni, mert hiába mondasz valamit, te is mondasz valamit, kinek a nagyobb a hangereje, meg mit tudom én, ez nekem nem számít. Megmérem. Én az első doktorimat úgy csináltam, hogy a könyvben az volt írva, hogy a Vickers keménységmérés eredménye nem függ a terhelő erőtől. Én bementem a laborba, méregettem, és láttam, hogy függ. Ha így mondom, érzem, stb. Ebből csináltam a doktorimat. És a verő pof, akinek a könyvében ez volt benne, hogy nem függ a helyzettől, hát jó, azt mondja, de hát ugye nem nagyon függ. Hát nem nagyon függ. De ezt most csak azért mondom el, hogy igazából akkor lettem magabiztos, hogy én nálam sokkal nagyobb tudású ember számára én is, akkor fogok a porszemtől eltérni, ha amit leteszek, az nem én mondom, hanem én megmérem, én bizonyítom. Arra nem lehet csak egy másik méréssel válaszolni. És ez a mérnöknek ez a hallatlan előnye. Az összes többihez képest. És a többieket inkább sajnálom, mert ő azt mondja, hogy fekete, azt mondja, fehér, na jó, akkor ő meg nem tudom, mit mond. És ezekkel az adatokkal kell dolgozni. Ilyen szociológusok, meg ilyen tömegvezérek, meg stb. Én nagyon sajnálom őket, kétségtelen. Mert, hát, úgy is mondjam, teljes bizonytalanságban lubickolnak. És ő neki szép szemmel elhitte, mit mondod? Na hát akkor az úgy van. Ez nevetség. Egy mérnök szeméből ez teljesen nevetséges. Úgyhogy, hogy is mondjam, azokkal a dolgokkal érdemes foglalkozni, és már fogod szeretni, mint csillagász, ha nincs ember. Mert az bekavar, ugye az égitesnek, stb. Már Józsi azt mondta, hogy szerinte nincs is. Hát akkor meg lehet mérni, ott van. És azok az adatokból építkezni, ez egy ragyogó dolog. Ez egy csodálatos. Tehát a csillagász szakma az egy egészen kivételesen figyelemre méltó szakma. Mert hiába te azt mondod, hogy szerinted az nincs ott, vagy nem tudom én. Jó, hát ő azt mondta, de ennek nincs jelentősége, hogy te mit mondtál, hanem egy verifikálható bizonyítékra van szükség. És ebből épül a valóságban alkotott képünk, ami csodálatosan tágul, és ez valóban óriási erőfeszítések kellenek hozzá. És,
És szerintem ezek azok a dolgok, amire igazán kíváncsiak vagyunk. Én is, hogy egy exobolygónak van-e atmoszférája, és milyen. Ez kíváncsiság tölt el. Azt, hogy Józsi mit mondott Karcsinak, nem tudom mikor, ez nem érdekel. De hát egy 80 éves ember már mondhat ilyet. Én gondolom, hogy egy 30 éves brigádvezető nem mondhat ilyet, meg stb. Tehát különböző helyzetek vannak. Ezt csak azt fűztem hozzá, hogy kifejtetted, hogy a véleményeket ütköztetni, meg stb. Meg érdemes a saját véleményet hozzátenni ahhoz a sokféléhez, ami van, és akkor az is egy vélemény lesz ott a többi között, és akkor ez milyen jó dolog. Hát ez kétségtelen, én nem fogadom a megközelítésedet. Még az is lehet, hogy összerakom ezt a könyvet, mert mondom, én állandóan írok, én egy grafomán figura vagyok, és hogyha az összes írásomat összeraknám, az nagyon nagy adag lenne. Csak senki nem venné meg. Na hát, nagyon szépen köszönjük. Akkor én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon megköszönjük Bárci Pál tanár úrnak, és kutatófejlesztő mérnöknek, és hát és most már mondhatom nyugodtan, hogy írónak is. A mostani gyönyörű előadását szerintem nagyon izgalmas volt. Ez a körkép egy életről, ez köszönjük szépen, és a többieknek csak szeretném mondani, hogy folytatjuk tovább a szemináriumot, az űrkorszak szemináriumunkat, a MANT és a Műegyetem közös szemináriumát nem sokára, majd a további 80 évesekkel folytatjuk, és fiatalokkal, tehát most először egy fiatalos téma jön, egy kicsit vitatkozós téma, és utána pedig ismét egy ilyen körkép következik. Figyeljétek a honlapunkat, a MANT honlapját, és akkor találkozunk legközelebb is. Köszönöm szépen, Pali, neked is nagyon köszönjük. Köszönöm szépen a meghívást.